Nem tudnám magam a fotózás nélkül elképzelni, ugyanis kiskorom óta ezzel foglalkozom, mondhatni kiskorom óta, és ezt is tanulom, nem tudnék nélküle élni. Nádasi Martin 1998-ban született Szekszárdon. Gyerekkorában sok időt töltött a természetben, azt mondja magáról, szinte a vízparton nőtt föl. Ez idő alatt fogalmazódott meg, hogy meg kell örökíteni azt, amit lát. Eleinte telefonnal tette, majd az idők előre haladtával komolyabb gépek jöttek sorra. 2016-ban az első profi kategóriájú fényképezőgép megvásárlásával aztán végképp eldőlt, ez nem csak hobbi lesz, hanem hivatás is. Minden fotóm én vagyok, tehát minden fotóm meg lehet látni engem is. Ha nagyon megnézi az ember, akkor észreveszi rajta a stílusomat, és megmondja, hogy ezt én készítettem. Igyekszem finoman kezelni, tehát törekszem a valóság hűségre. Arra, hogy nem manipulálom, nem színezem túl, nem szerkeztem agyon, hanem megpróbálom megőrizni a természetességét, és úgy megörökíteni, ahogy tényleg én látom, és tényleg a valóságában, ahogy van a fotó. Egy internetes fotósorozat, mely a rossz körülmények között élő kutyákról szól, megérintette. A képek a paksi állatmenhelyen készültek, és innen kezdődik a mostani történet. Ha megnézzük például ezt a fotót, itt is lehet látni azért, hogy elég szomorkás az állatnak a tekintete, és amikor a menhelyen fotóztam, leginkább ilyen arcokat láttam. Akik már régebb óta ott vannak, azért elég szomorúak, és nyilván várnák, hogy szerető családhoz kerüljenek. Ha elmegy az ember egy állatorvoshoz, és ott kivizsgálják a kutyusát, akkor a kutya nem tud beszélni. A kutya ugye a tekintetével, a különböző arckifejezéseivel beszél, tehát nem szavakkal, úgyhogy szinte bármit ki lehet olvasni a kutyusokból. Őt tudnám kiemelni a többi kutyus közül, ugyanis egy olyan kutyus, hogy végig nem szomorúság, hanem egyfajta vidámság látszott az arcán, hogy látta, hogy már megint jövünk, és annyira örült, hogy ott ugrált, és nem tudom, egyszerűen látni lehetett rajta az örömöt, hogy jaj, megint itt vannak, és hoztak valamit. Nagyon, nagyon hiányzik nekik a foglalkozás, és főleg az, hogy egy olyan családhoz kerüljenek, aki tényleg szereti őket. És foglalkozik velük. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy az ember és a kutya viszonya igen összetett. A kutya minden lezdülését érzi a gazdájának, sőt azt is, ha bajban van, még ha fizikailag nincsenek is közel egymáshoz. Egy kutya viselkedésének megfigyelése segíthet annak megállapításában, hogy a gazdának milyen a mentális és fizikai egészségi állapota, állítják a brit kutatók. Egyes, elsősorban kutyatartók véleménye szerint lehet nélküle élni, csak nem érdemes. Minden, ami egy kutya szeméből kiolvasható, igazabb, bármely szépen cizellált szóvilágnál.